Kovács Ferenccel, a Vas megyei önkormányzat elnökével beszélgetünk, aki egyben a Fidesz országgyűlési képviselő, és elnök urat arra szeretném kérni, hogy egy pár szóban legyen szíves, mutassa be a megye helyzetét költségvetés szempontjából, hiszen több helyről hallhattuk már, hogy sok helyet bizony csak őszig biztosította a megyei költségvetés. Önöknek mi a helyzet? Sajnos a normatívák csökkentése miatt nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. Nekünk viszonylag konszolidált költségvetésünk volt, ugyanis az elmúlt 4 évben részben a kormányzati intézkedések hatására kénytelenek voltunk olyan drasztikus létszámlépítéseket végrehajtani, illetve keretek között gazdálkodást működtetni, amelyen keresztül valamilyen szinten az életképességét tudtuk tartani az intézményhálózatunknak. 32 intézményt működtet a Vasmegyei Közgyűlés, illetve vannak olyan integrált feladataink, amelyben például a szakképzés, a területi integrált szakképzési hálózaton keresztül valamennyi szakközépiskolára, szakmunkásképzőre a mi felelősségünk is. Én úgy gondolom, hogy főleg a normatívák csökkentése és az elmúlt Gyurcsány kormány és az őt követő kormányzatnak a tényérések kapcsán körülbelül 4 milliárd forintot vontak el a megyei önkormányzatunknak a büdzséjéből, költségvetési keretéből, megszűnt a személyi adó után, a személyi jövedelmód után járó fejkvóta pénz, és emellett drasztikusan csökkentek azok a lehetőségek is, amelyeken keresztül tudnánk tovább működni. Ezek közül a legnagyobb tétel gyakorlatilag az illetékeknek a lefaragása. Ez kétkörösen történt. Gyakorlatilag, amikor az illetékhivatalt az APEC-hez csatolták, onnantól kezdve nem illette meg a megyei közgyűlés költségvetését azok a pótlékok, amelyeket késedelmi pótlékként vagy bármi más pótlékként az illetékhivatal bevételként prognosztizált, illetve bevett. Ez is jelentős tételkiesés volt, és hát sajnos az elmúlt 2 évben az illetékbevitelek eleve csökkentek. Emellett ugye lett egy nagyon-nagyon durva csökkentés erre az évre vonatkoztatóan a költségvetési támogatásokban. Például a szociálpolitikai részen a nyugdíjasoknak, tehát aki szociális úton alapú nyugdíjasoknak a normatívája évi szinten 790 ezer forint volt durván, és ezt most levitték 720 ezerre, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz feladat előtt állunk, hogy ezt be tudjuk valahogy foltozni ezt a lukat, ezt a zsákot. Egészségügyben van a legnagyobb problémakörünk, ott vannak a legnagyobb kieséseink, ugyanis részben a hibásan kijelölt betegutak, részben a drasztikusan lecsökkentett ágyszámok miatt nagyon rosszul éljük meg, és ebbe az a baj, hogy a betegeknek az egészséghez való alkotmányos alapjuk a sérült szerintem. Nem érzi magát senki sem jól ebben a rendszerben, az orvosok sem, az ápolók, és sajnos a betegek sem. Én úgy gondolom, hogy a most következő időszaknak, ennek az új kormányzati ciklusnak és az új kormánynak első feladatának annak kell lennie, hogy az egészségügyet konszolidálja, rendbe tegye. Az, ami volt, ez a kvázi 6-8 éves álmokfutás, ezt le kell zárni, ugyanis az egészség az egyik legfontosabb szempont, amit nekünk, mint kórházakat működtető önkormányzatoknak, illetve mint kormánypárti képviselőnek szemmelé kell kitűznünk, és meg kell oldanunk, mint megoldandó feladatot. Elnök úr, az országgyűlés elmúlt 1-2 hetes munkáját hogyan értékeli? Én úgy hiszem, hogy példaértékű volt az a munka, amelyet elvégeztünk alkotmánymódosítástól a sok-sok törvény beadásáig. Én úgy hiszem, jó úton vagyunk ahhoz, hogy egy 21. századi modern állam apparátusnak az alapjait megtegyük, ugyanis első és legfontosabb tétel az lesz, hogy olcsóbb, áttekinthetőbb államot hozzunk létre. Ezen keresztül garantáljuk azt, hogy kevesebb adót kelljen fizetni az adófizetőknek, és ha ez így működik, akkor Magyarországon a munkahelyek biztonsága biztosan meg fog teremtődni, ugyanis azok a járulékok, amelyek a munkabért terhelik, és az adók, amelyek a munkaadóknak a terhelyi, így tudjuk csak csökkenteni. Én úgy gondolom, hogy egy radikális korszakváltás előtt vagyunk. Én nagyon büszke vagyok rá, hogy ennek a kornak parlamenti képviselője lehetek.